párlat maga az úgy jött létre, hogy kaptam egy felkérést, hogy a Dunapalotában csináljak egy kiállítást a Magyar Kultúra napjára, ami egy nagyon megtisztelő egy művész számára, mert egy jeles napon egy nagy kiállítással jelentkezik Budapest közönsége előtt. Ez egy különleges esemény egy művész életében. Nem sok helyen lehet bemutatkozni nagy anyaggal, nagy méretű képekkel, és mivel hogy én nagy képeket szoktam festeni, tehát az, hogy most 43 darab kép van itt a két kiállítóteremben kiállítva, ez nem mindenhol megy könnyen. A zöme az élményekből született, vagy mondhatom azt, hogy mindenképpen valamiféle élményből születik. Van itt egy sorozat képem ebben a kiállításban, a Plitvice sorozat. Ez az idén májusban a kicsi lányommal voltunk Horvátországban, a Plitvicei tavaknál. Gyönyörű környezet, gyönyörű vidék. És a kicsi lányommal mentünk el. Ez egy különös plusz élményt adott az egésznek, és ezeket az élményeket próbáltam meg ezekben a plitvicei képekben feldolgozni. Vagy 7 darab van, vagy 8. Még otthon a műteremben van 2. Tehát 10 darabból áll ez körülbelül. Miklósi Gábortól tanultuk meg, én is, és sokan mások, a festészetnek a trükkjeit. Persze ehhez az alaphoz, amit a mesteremtől kaptunk, ehhez hozzá tettem én a több évtizedes saját tapasztalatomat, és az a festői technika, amit most az utolsó években, ebben az utolsó 3 évben is, amit használok, ennek az a különlegessége, hogy viszonylag vastagon hordom fel a kép felületére a festékanyagot, mindenféle eszközzel, késekkel, ecsettel, az ujjammal, mindenféleképpen alakítom a kép felületét, és ezáltal a kép felülete kap egy bizonyos struktúrát. Amikor elkezdem a képet festeni, tudom, hogy mit kezdek el festeni, de megszűnik az indító ok, maga az a téma, amiből kiindultam, és a kép felülete maga diktálja nekem, mindent, amit felteszek, az hozza a következőt, hogy az egész kép felületén álljon össze az a kompozíció, ami azon a felületen meg kell szülessen.